A hagyományok szerint a múlt hét végén Péter pánapján napján megkezdődött az aratás, azonban az időjárás átírta a tradicionális naptárat. Idén minden eddiginél korábban kezdődött a munka a földeken. Na, no, de hogy ez hogy nézett ki a gyakorlatban, illetve mi történik most jelen pillanatban, már is megtudjuk Házi Attillától. Szervusz, jó reggelt kívánok! Szervusztok, köszöntöm a kedves nézőket. Sőt, még a mai naptárat is átírta az időjárás olyannyira, hogy éjszakai eső volt, kiadós eső, éppen ezért nem tudnak dolgozni a mögöttem lévő búzatáblában. Mellettem pedig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád megyei elnöke Csáki Balázs, akivel először is azt kezdjük el elemezni és összefoglalni, hogy az idei időszak az mennyire volt kedvező egyébként annak, hogy most itt aratni lehessen. Figyelembe véve azt, hogy az elmúlt években azért voltak rendkívül a szájos időszakok. Igen. Hát ahhoz, hogy aratni lehessen, ahhoz kedvező volt a tavaszi és a koratavaszi időjárás. Nagyon korán érkezett egy mérsékelten meleg idő már februártól, és, és ez a mérsékelten meleg időjárás megmaradt egészen május végéig. A gabona ennek megfelelően jól tudott fejlődni, ki tudtak telni a szemek, ilyen értelemben korábban tudjuk kezdeni a, a betakarítást, talán én sem emlékszem, hogy Nógrád megyében mikor lehetett Péter Pálkor aratni. Itt most, ahol állunk, éppen nem végeznek munkát, hiszen tegnap volt egy kiadós eső. Ez egyébként mennyire befolyásoló tényező valóban? Itt tényleg nem lehet ilyenkor betakarítani? A gazdálkodók idegállapotát rendkívül erősen befolyásolja ez a tényező. Most nem lehet itt aratni, mert a Gabona szemek ilyenkor nedvességet kapnak, és nedvesen betakarítva és betárolva a termény minőségromlást szenved. Ugye elkezd penészedni, és egyéb más problémák lesznek vele. Tehát szárazon kell betakarítani. Ennek megfelelően illetve még van egy minőségrontott tényező, hogy a most érkező csapadék az a sikértartalmat tudja rontani, tehát beltartalmi minőségeket tudja rontani a, a gabonánál. Így hát ez nem túl szerencsés. Én azt gondolom, hogy ha újabb eső nem jön, akkor ezt a táblát. Ö, a délután folyamán 3-4 óra körül el tudják kezdeni aratni, de az előrejelzések szerint fogunk kapni újabb záport. Aztán akkor mondhatjuk a gazdálkodók nevében, hogy az idei időjárás és az idei év az valószínűleg egy jó év lesz? Összességében egy jó évet várunk, tehát termés mennyiségben mindenképpen egy, egy kimagasló év várható. Köszönet, vagy köszönve a csapadékokat, ugye itt a májusi eső aranyatér mondást tudom felhozni, átlagos mennyiségű csapadékot kaptunk, kiegyenlített hőmérséklettel, ami jó volt a Gabona fejlődésének, és még június elején is jelentős mennyiségű csapadékot kaptunk. Kormányhivatali adatok alapján 70 mm eső esett Balasagyarmat térségében. Az, hogy ez a csapadék eloszlás, ez mennyire egyenletes, vagy éppen egyenlőtlen, az mennyire befolyásolja a növényeknek a fejlődését? Tehát például egy intenzív csapadékos időszak, az ront, vagy javít a helyzetet? A csapadék mindig jó. A csapadéknak a, az intenzitása, tehát hogy mennyi idő alatt esik le az a csapadék, az befolyásoló tényező lehet. Rövid idő alatt, nagyon nagy mennyiségű csapadék esetén a gabona meg tud dőlni, ez a betakarítást tudja nehezíteni, illetve a minőséget tudja rontani, illetve a hirtelen lezúduló csapadék nem tud olyan mennyiségben hasznosulni, nem tud leszivárogni a talajba, és ott egy pufferkézletet képezni, hanem lefolyik, elfolyik a területről. Sajnos találkoztunk az idejében is több ilyen csapadékos, ilyen intenzív csapadékos területtel, vagy vagy intenzív zónával, ahol bizony az erózió, vagyis a talajnak ez, a, ez az el folyósodása, eltűnése a tábláról, ez, ez megjelent. Zárásképpen, ha túl vagyunk a kalászosokon, jön a napraforgó, egyébként a szomszéd táblában már ezt látjuk is, ezek mennyire fognak valószínűleg jó vagy rossz minőséget adni idén? A napraforgónál a minőségről ne annyira beszéljünk, a mennyiség az, ami, amire igazán ö, számíthatunk. Én azt gondolom, hogy, hogy jó termések várhatóak az idén, főleg, hogyha marad ez a ez a rendszeres csapadékos, a csapadéknak a rendszeres megjelenése. Elnök úr, köszönöm szépen a kedves nézőknek, pedig ha már egyébként Csáki Balázs itt egy fél mondattal elmondta, zárásképpen én is megismétlem, hogy a mai napon még tehát várható, természetesen nem mindenhol az országban, de azért még várható az esti vagy a késő délutáni órákban csapadék, ezért, ha éppen nem maradni készülnek, hanem valahová szabadtéri programot terveztek, ezzel mindenképpen számoljanak. Attila, köszönjük szépen!